Na, szávaztok, itt vagyok a kövi része. Na, közben elolvastam ezt a könyvet. Most már első kötöttem, hogy többször lehet olvasni, de most már level... Hol van? Ahol lett. Ja, level 2 az közben itt nézegettem a izéket. Hogy nem úgy kell kertészkedni, hanem itt lehet venni kertészkedő cuccokat itt. Ide kell menni, és akkor itt van, de ez 200 dollár sajnos. De hát ugye a kaját akarunk, akkor kelleni fog nekünk ilyen. És akkor úgy lesz, hogy itt leszünk kertészkedők. Meg magot is kell hozzá de lehet, hogy most már van kertészkedő cuccunk, akkor eperből, amit megettem sajnos az előbb, de majd mindjárt szedünk valahonnan. Körbenézzünk a telken. Hopp, itt egy kincs. Azt kiássuk majd. Na, menjünk ide vissza. Ezt ki. Ha ah, lehet külön kincset, meg foszíliát ásni, vagy mi? Ott van valami kő. Ah, megint itt ez a köcsög leselkedő. Na, remélem, ami jó kincset találunk. Na, egy kapszulát ástam ki, felnyitjuk. Na. És... Egy toborszobort szereztünk. Na jó, az jó lesz, azt elrakjuk. Na viszont, akkor látom, hogy lehet menni magokat. De én nem magokat akarok venni, hanem én magamtól akarok szerezni valahogy magot. Ez micsoda? Rózsa. Na, a rózsa nem kell. Valahol itt volt az eper. Hát itt az eper. Uh -huh. Kuhumplant van, nézz bokor születeljen eperet, születeljen le mindet. Most én mindet leszületelem. Van valami gomba vagy mi az? Előbb van, vetű magot írt rá? és ezt kiplantolom, akkor lehet, hogy nem kidobja a kukába. És hova a genyóba megy? Ja, mindenhonnan leszeretel minden. Tíz zsák szemetem lett. Egy a -e személy gyümölcsöt. <laughs> Megesszük -e a szemetet is. Tíz rózsám is van. Jaj, akkor az egész mindenséget le fogja születelni. Na, akkor faszam, ennyi. És hol a picsába vagy? Jó? Dobja ki, egy eszköztárba. Jó, és akkor tegye földre. Aha, sok mindent nem tudtunk vele csinálni. Akkor ki. megesszük a összes szemetet. Na viszont, akkor most lehet, hogy az lesz, oda megyek a virágágyáshoz, lehet úgy kell elültetni. Ide jövünk. Aha! Lent. Ja, hát így kell, jó van. A személy az mi Kellemetlen szagú. Jöttem. Akkor epret ültessünk. Na, jó van, így kell ültetni. Nézzük, hogy csinálja. Akkor viszont több felvető kell, és akkor szétkertészkedjük magunkat. és lehet locsolni is? Gyomlán lehet, öntözzön meg mindent. Na öntözzi. Négy dolgot lehet belerakni. Akkor még rakunk epret. Még epret, meg még epret. Úgy látom, hogy négy dolgot lehet berakni, mert négy hely néz ki. Lehet, hogy kilenc hely van benne. Majd három, meg itt középen, lehet, hogy kilenc. Hát szerintem csak négy dolgot lehet belültetni, ugye ha hely is kell, hogy megnőjön. Na mindegy, az már jó, ha lesz eprünk, akkor meg kajával nem kell foglalkozni legalább. Hú, nagyon mérges. Nem diszlájkoljuk, mert mi ezért nagy kertészek akarunk lenni. Mitől vagy mérges? Jó van, betélsítlen álmodban. Jó, és akkor most meglocsoljuk. És utána el kell mennünk egy kicsit festeni. Mert akkor lehet most tud dühös Klasszikus esmény, csak kicsit, hát egy közepes méretű, hát a meginspirálódik itt az gyönyörű szép csöves falban, a hármas szintje a festésem. Mert 160-nak el tudtam adni a esményemet, szóval most már haladott a dolog. Mégis nincs egy kurva forintom se. Hogy szíma Leon. Ja, készen van? Na, hella, ezen is nyertünk. Akkor még egyet, milyenek a értékei? A WC-re kell mennie. Jó, na a szóval szart, az meg... Nem tudom, ezt... Lehet ebből valamit csinálni, ebbe egyetlen zagyag. Te nem egy wc -re. Még egy festésnek pont belefér. Ez meg mi maradt itt, ezt a földre, az nem kell olyan. Ja, a vécén közben formálja az agyagot? <laughs> az egy kis formálja az agyagot, ja. Hát ja, ki festeni, nagyon szörnyű ez a fal így be. Tiszta lehangoló. Meg úgy kell, hogy megcsinálni, majd átalakítás, itt lesznek a helyiségbe átjárók. Na, forváld azt a szart. Az, hogy a kuláját kiszedte volna. szősz a szorválja? Na, nem sikerült bele semmi. Hát akkor jó van. Na, akkor még egy festés az belefér. Á, most azt mondja, hogy egy poppártot akar festeni, mert nagyon hangulatos, inspirált, brokkolia van, meg képje van, meg minden. Kellemes környezeti hatás, van, ez nagyon kellemes az a környezet. Milyen gyerek gyerekrajzot festesz? Ó, az a baj, hogy éhesek vagyunk, de szerintem Eper az ki tudja, mikor nő ki. is kell. 200-ba kerül egy olyan genyó. Jó, nézzük, mennyit adnak érte. Hoppá, Rézi, az már jó. Hát azt mondom, még egy fest is belefér. Most egy nem referenciáról, egy klasszikus nagyméretűt festünk. Mennyi volt ez? 200 valamennyit kerestünk, igen. Na ez mi lesz? Na ez vaj medve lesz. A nyúl. Tudja a bánat, mondják ide. Hoppá, négyes szintű festőművészek vagyunk. Ez egy nyúszika. Hát ez kevesebbet ért, mint a hoppárt. Na. Viszont akkor most elmegyünk. Ha... Aj, még mindig akarsz festeni. Na, akkor fessél egy abstraktot. Na, egy gyors absztrakt festésünk. Belefér, aztán aludnod kell, mert már éhes is vagy, a kajánk nincsen. De van hat eper. Jó, akkor ebből teszünk. A rózsával mit lehet csinálni? El lehet azt sültetni, azt nem tudom mire, de biztos valamire még lehet használni. Na hát ez tényleg abstrakt festés, ez ráöntötte az izé két-három festéket. Utána még olvasunk ki ezt a horgász szorgászatot, a kertészes járasságot. Ez egy kötetből meddig lehet fölmenni? Hát ez sér sokat. Dupla, még dupla, meg plusz kicsi. Aj, még mindig kreatív az meg. Na jó, akkor még egy poppártot. Már tud, realisztikust is. Na, mindegy, most poppártot nyomunk megint. Előbb ilyen gyerekeket festett, az nagyon sokat ért, nem tudom. Ötös szint, előbb is ötös voltam, nem? Mindegy. Mindjárt elkészül. Egy kicsit rápörgetünk. Hopp. Oké. Okay. 2.34. A poppárt az többet ér mi van még itt? szürrealista, realista. Az ugye realista az, ami úgy néz ki, mint az igazi. Na ebből egy kicsit még fessé. Kicsit is olyan idők mint a nagyot, hogy mi a pöcs. Dígnyi vagy meg. Hát ez nagyon realistán néz ki. Még a szűrrealista, az azt mondom, hogy ne, ez inkább szürrealista. Na viszont adott az ott egy kicsit. Na jó, mennyi aludni. Pont nappal van. Ez meg miért nem tűnik innen el? Na álmodik. Utána egy éleprem. Eprem fogunk élni. Jaj, mit akarsz? Szörök hogy ajánlottad. Oké. Okay. Na jó, is lettünk, mert jól ajánlottam neki, király. Jó, kaja az majd kiderül, hogy milyen lesz. Szórakozása megint gagyi, de most következő részben kertészkedés kell fejleszteni. Három izét tettünk, rakni, szerezzünk el még többféle vetőmagot. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi a vetőmag. Még addig. Lehet, hogy paprika paradicsomot is lehet ültetni. Itt nincs semmi, mi jó? És hol voltam? Itt van. Ez mi ez a szék külön? ja, ez ilyen különkereső. Aha, jó. Oké. Okay kertészkedés. Mik lehet Répa van. Ezen vegeta. Ezen növények. Ez gyümölcs. Ez meg virág. Hát akkor nekünk még kell majd egy gyümölcsfát ültetnünk, de lehet, hogy abban van eper, vagy azért, hogy több fél mag van, nem tudom. Meg van ilyen olcsó kertültető láda is. Igen, de ez ad kertészeti jártasságot is, az meg nem. És akkor lesznek mi farmer flow fluidok. Aha. Csak el kéne a -e skillt. És akkor lesz fasz a tökéletes fénygyümölcs. Hívás ültető Mhm. Uh -huh. Ez mi? Varázslatos színműnyörönk. Aha, ja lehet ilyen varázslatos magukat is szedni. Jó. Na majd ezt rájövünk a következő részre, mi van. A pisálnia kell sajnos. Jó, akkor menjél még pisilni gyorsan. Oké, vagy meg is le. Mehetsz. Enni ezt gyorsan megeszik. Na, no, de ilyen gyümölcsöket kell enni. Na miért nem akarsz fürdeni? Ez mi miért van itt az a izé? Tegye földre. Nem értem. Vagy az azért van ott, mert a növény, hogy itt van, ugye azt nézzük meg a növényt. Á, egész jó, megnőtt. Gyomlálni nem kell, kutatni lehet. Na, kikutatjuk a növényeket. Jó. Na mindegy, innen folytatjuk akkor a kövi részbe. Most itt nagyon kutatja, nagyon kutatja. Na, sziasztok, akkor kövi részbe folytatjuk a kertészkedés. Ú, uh, le is fotóz. Nagyon, az nagyon megszakérti. Átlagos minőségű egyelőre, de az jó. Nem sokára szüretelhető. Na jó van, sose végzünk, hogyha nem lesz vége a résznek. Na csöcső!